Ez a videó most azt fogja -e megmutatni, hogy hogyan tudtok tananyagot feltölteni például Word-ből, Excel-ből, powerpoint Ezek a programok mind alkalmasak arra, hogy mentéskor PDF-ben rögzítsük a lementett anyagot. Tehát elkészítünk Word-ben, excel vagy akár PowerPoint-ban bármit, majd fájmentés másként tallózás. Mikor rendes mentést csinálnánk, ugye a dokumentumokban van egy matek nevű mappám, oda mentettem már le a rendes Word dokumentumot, akkor itt alul átkapcsoljuk PDF-re. A neve akár maradhat matek 1. Elmentem, és így ez a dokumentum PDF-ben rögzítődött. Gyakran be is tölt egy PDF olvasó programot, ha van a gépeden és meg tudod nézni. Ezt be is zárom. És akár a word is bezárhatom. Nézzük meg, hogyan kerül ez be a motó rendszerbe. A tevékenység vagy tananyag beszúrásánál a oldal helyett a tananyagot kell választani. Hozzáadás. Ugyanúgy adunk neki címet, mint mindig, tehát mondjuk háromszög területe. A leírás nem kötelező, hanem egyszerűen itt erre a kis nyíra kattintva be fog jönni a szokásos feltöltő ablak, és a fáj kiválasztása gombbal be fog jönni egy ablak. Itt meg tudjuk keresni a lementett dokumentumunkat. Benne van a Word is, és benne van a PDF is. A PDF-et könnyű fölismerni, mert ez a piros kis ikonja van. Kijelölöm, megnyitom, beírt, hogy matematika PDF, erre figyelni kell, hogy tényleg az legyen feltöltve. Ezt meg lehet ismételni többször is. Feltöltöm az állományt, és tulajdonképpen kész van. Mentem és visszatérek a kurzushoz. Ez a kis ikon jelzi is, hogy pdf-ről van szó, a gyerek a rákattint erre, akkor automatikusan elindul nála is egy pdf olvasó, amit tud nagyítani.